Májusban Magyarországra látogathat a kínai elnök, legalábbis erről kapott információt a Momentum alelnöke. Tompos Márton közösségi oldalán azt írta, hogy ha a látogatás híre igaz, akkor a magyar kormányfő az európai parlamenti választás hajrájában találkozik annak az országnak a vezetőjével, amit az Unió mint a legkomolyabb kihívást kezel. A stúdióban Tompos Márton. Jó estét, Jó estét kívánok! Ez egy picit olyan, mint hogyha megfroclizná Orbán Viktor vagy Magyarország még a EP választás előtt utoljára az utolsó pillanatokban az Európai Uniót? Egy picit igen, de inkább ezt nagy kontextusában érdemes nézni, tehát Magyarországot jelen pillanatban azért is sok helyen ilyen párja országnak tekintik Nyugat-Európában az ukrajnai háborús állásfoglalás, illetve Kína miatt. tehát én nagyon sok megkeresést kapok diplomatáktól, kutatóktól, újságíróktól, hogy magyarázzam már meg, hogy mi értelmeznek a kínai orientációnak. Tehát most mondják azt, hogy akugyár, mennyi munkahely, oké, de az a mennyiség, az egy, -egy akugyár is bőven tudná termelni azt, amire valóban szükség van itthon. Fuden Egyetem jó, de ez lehetne más irányba. Hát is az nincs is. is. Nincs is, persze, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Akufeldolgozott van, nagyon sok olyan probléma van, amit így egyszerűen nem értenek a szövetségeseink. És az, amit szerintem meg nagyon sokan nem értenek itthon, hogy lehet itt azt mondani, hogy jó, hát de Kína az de jó alternatíva persze, de mi a szövetségi rendszerbe tartozunk, és hogyha a saját szövetségeseink nem bíznak meg bennünk, akkor pontosan az olyan ügyekben, amiben tényleg kellene az információ, mint mondjuk a migráció kérdése, vagy a terrorizmus kérdése, ebben nem biztos, hogy megkapunk mindent. Ez a kínai barátság, ez gazdasági oldalról nézzük, miközben rengeteg fenntartásunk van itt élve, hogy ez a kínai akugyártás, az akkumulátorbontó újra feldolgozó üzem, és ezek mind, ezek mennyire jók Magyarországnak. Ugyanakkor beleillik abban a sorba, hogy az Európai Unió terve, hogy ez az motorok, az elektromos autózás, az milyen szinten, 2035-ig milyen mértékben terjedjen el az Európai Unióban. Ha azt nézzük, hogy mondjuk 2030-ra Magyarország egymillió autót lesz képes gyártani, a különböző gyár, gyárakon keresztül, akkor ez egy irgalmatlan méretű nagy szám. Ahhoz képest, hogy mi volt itt korábban. Igen, két probléma van ezzel, ami a logikát teljesen értem, de hogy közben meg az Európai Uniónak van egy olyan terve is, hogy a Covid után rájöttek arra, hogy az Európai Unió túlzottan kíván van téve Kínának. Tehát az, hogy nem volt maszk, nem volt fertőtlenítő, nem volt semmi, mert nem tudtak beszerezni Kínából, az tarhatatlan. Ugye a magyar kormány is azt mondta, hogy mindent meg kell teremteni, van gyárakat kell építeni. Mi, tört, mi történt a, a különböző gyárakkal, amik nagy tervek voltak. Az oltóanyaggyár is milyen például. jó halad. Igen. Szóval hogy az Unió közben ezt is mondja, hogy próbáljuk magunkat függetleníteni Kínától, és az újraiparosítási projekt az így menjen de ha közben az egyik tagállam meg folyamatosan egyre jobban szolgáltatja, aki magát kínálnak, az szembe megy a közös uniós érdekkel, és Endre sajnos rátett még egy lapáttal egy nappal későbbi hír. Van az Intelligence Online, ami az ilyen elhárító, titkosszolgálat ilyen területen szaksajtónak számít, és eléggé ilyen zászlós hajó. És ők azt írják, hogy Magyarország lesz az első olyan ország, ahova a kínai tartalékos katonák is érkeznek. Mit csinálni? Megvédeni az Egyövezet, Egy Út kínai projektet, ami Magyarországon a Budapest-Belgrád. Ugye ezt az Intelligence Online írja. Akik azért ritkán szoktak ebben mellélőni, én nagyon remélem, hogy most tévednek. Hát most jönnek a kínai rendőrök? Igen, is, és erre akarok kiukadni, hogy kínai rendőr, kínai katona és aztán még a kínai elnök a látogatása, meg az mmb nek a kínai szerződése, tehát hogy egyszerűen nem érthető a szövetségi rendszerünkön belül, a nato belül, hogy ezt miért csináljuk, és ilyenkor persze a, a mi Kép LP képviselőink elmondhatják, hogy nem, 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 Magyarország el van köteleződve, de közben meg azt látják a kormánytól nem, nagyon nem, és keresik az alternatív útvonalakat folyamatosan. Közben meg ugye az is látszik, hogy a kínaiak sem buták, és olyan helyekre viszik az autógyárjaikat, ahol egyébként nyugat-európai, vagy az akkumulátorgyárjaikat, ahol a szomszédban nyugat-európai autógyárak vannak. Tehát lásd, de Győr, van. Debrecen, Szlehetsorban, Szombathely, környéke, körment miatt, tehát, hogy Szászalombata, Szentgotthár miatt, tehát, hogy a nyugat-európai autógyárak is haszonélvezői lesznek annak, ami Magyarországon történik, így nagyon nehéz egységesen fellépni valamilyen ügyben. Nagyon nehéz, de van alternatíva. Tehát például Tajvan uh, is visz a Franciaországba. Tajvan is visz nem tudom milyen fejlesztéseket. Tajvan a közép-kelet-európában azt hiszem 200 millió eurós, mert egy butaságot mondunk, egy hatalmas összeget allokált arra, hogy csak ebben a régióban fektessenek be. Melyik az, az egyik ország, amelyik egyáltalán nem kér ebből? itt ülünk éppen. Érthető ok már fogva, hiszen Kína nem ismeri a Tajván létét sem. Ettől függetlenül van alternatívára, akarok csak kiukadni. És igen, 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 ezt értem, persze. És igen, persze a nyugati gyárak is meg ö, használják ezeket az akkumulátorokat, de azért az ott van, hogy Magyarországnak a célja, az önálló export célja az, hogy szakadjunk el, és legyen arányosabb a az nyugati export, meg a, a úgynevezett keleti export. Oké, okay, de hogyha ezek a úgynevezett kínai-keleti gyárak nyugatra termelnek, akkor nem fog csökkenni az exportfüggőségünk nyugat -e Ez volt teljesen logikátlan az egész. Hadd hozzak egy másik témát ide, ami hát nem annyira külpolitikai, sőt, nagyon is nem. Baranyi Krisztinával mi a helyzet most a Momentum szemszögéből nézve az ő polgármesterségét, jelöltségét és különböző mozgásait? Mert hogy a Momentumos képviselők sorra a Momentumot az ő kerületéből, legalábbis így szól a hír. É, így szól a hír, én nagyon sajnálom a Takás is, ismerem, sajnálom, hogy ők elmentek, de nekünk van egy olyan mondásunk, amit tartjuk magunkat, hogyha van egy sikeres ellenzéki polgármester, Ősi Gergely, Pikó András, Soproni Tamás, Karácsony Gergely, akkor mi őket támogatni fogjuk, és nekünk ebbe a sorba beleélik Baranyi Krisztina is, ha ők ezzel nem értenek egyet, akkor sajnos elválnak az De tervény. hát ők nem azért jönnek el a Momentumtól, mert hogy Baranyi Krisztinát nem akarják támogatni, hanem most ebben a helyzetben, amikor Magyar Péter mondataira kellene reagálni, illetve Baranyi Krisztinának pedig Magyar Péterre kellett úgy érezte reagálnia, ezzel ők nem tudnak együtt mozogni. Az ő döntésük. Tényleg sajnáljuk, hogy Momentum, nincs mi, most, mi, a, mi kiállunk Baranyi Krisztina mellett. Szerintünk ő egy, egy olyan ember, aki nagyon sokat láthat az asztalra a hatázi Ákossal együtt például. Tehát olyan ember, aki az ellenzéki térfélen az elveit megtartotta, ment előre. Az, hogy mennyire egyszerű vele dolgozni, azt majd megítélik a helyiek. Az, hogy milyen a családi kapcsolatai milyenek, azt majd megítélik a közvetlen munkatársai. De hogy emiatt most találni egy ürügyet, hogy aztán beleállhassanak, ők ott nagyon régóta konfliktus volt a polgármester és a két képviselő, ugye a képviselők között. Mi kitartunk Baranyi Krisztina mellett. Azt mondja, hogy a polgármester a hivatalban van, az megérdemli ezt a bizalmat. Horváth Csaba nem érdemli meg? Egy jól teljesítő ellenzéki polgármester. Mi Horváth Csaba teljesítményét nem emelnénk egy lapra, mondjuk Örsi Gergővel, vagy Baranyi Krisztinával. Azért aztán... Indítunk egy másik jelöltet, Rózsa Andrást, és azért szeretnénk, hogyha mindenki ott támogatná az uglói. Választás. ott lesz előválasztás, de Horváth Csaba nélkül. Ő, meglátjuk, hogy lesz. Én úgy tanulom, hogy ez még nincsen leütve. Most a legközelebbi előválasztás az a hegyvidéken lesz, Farkas Csabával a jelöltünkkel. Vele találkoztunk itt ma már, a kedves nézők a Voxban láthatták. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.